Üdvözöljük kedves hallgatóinkat, ez itt a Régi Vitézeknek 54. adása innen a headquarterünkből. A stúdióban vannak Mesterlér János. Sziasztok! Ádámfi Zsigmond. Sziasztok! És én, Bányai Ádám. A mai témáink pedig a Regnum Fest című filmtörténeti unikum lesz, majd a Toldi sorozat, az Inkei Gáspár torna, és végül a vadászati kiállítás. De miért is Régi Vitézeknek? Szent Háromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye. Régi vitézeknek, roppant seregeknek, győzhetetlen Istene. De hozzád kiáltok, kik katonád vagyok, vigy kérlek vitézségre. Hát ezért? Jani, kezdjük el a Regnum Festet ott, ahol ténylegesen kezdődött. Ez egy fesztivál lett volna eredetileg Abaújváron, vagy Szabolcson. Szabolcson. Most már itt régen, nagyon régen, szerintem mi ketten is ott találkoztunk először. Igen. Még 2012-3 körül. És igazából mondható, hogy maga a Regnum Fest az annak a sorozatnak igazából a legújabb állomása lett volna? Mondható, igen. Tehát a Regnum Fest az ugye Nagy Géza Szent László tematikájú rendezvényeinek egy újabb állomása lett volna. Ugye ilyen volt az a szabolcsi történet is, amit említettél, de ilyenek voltak egyébként a kisvárdai Szent László igazságok is. Ő több ilyen hagyományőrzőkkel közösen Szent László király Nimbusza köré épített rendezvényt csinált, gyakorlatilag évtizedes munkája van ebben, és gyakorlatilag a Regnum Fest lett volna a legnagyobb ilyen jellegű rendezvény. És mivel lett volna nagyobb? A számban, vagy több program, vagy minden? Hát eszméletlen mennyiségű program lett volna. Tehát a kiállításoktól kezdve, a könyvbemutatón át, a koncert, tehát a kormorán koncert, meg maga az, hogy például az volt tervezve, hogy így százas nagyságrendű külföldi hagyományőrző is érkezik mind a hazaiak mellé. Ez korszakban mennyire toltuk volna ki, vagy toltátok volna ki, mert hogy ugye a filmben megjelenek 13. századdal a sárospatakiak, nagyjából odáig nyúlt volna nem, korszakban? Nem, vagy ez tovább? Multikorszakos lett volna. Ja. Olyan szempontból, hogy jöttek volna Zsolnaiék, Csepinék is, tehát már Végvárják is megjelentek volna. A pusztírók, aki ott a magyar huszáros dolgot is csináltak volna ott. De természetesen a fő csapás az a honfoglalás, az Árpád-koros hagyományőrzőkön volt ott is, és mi lettünk volna ott legnagyobb számban, meg a legnagyobb látványosság az lett volna. Na és hogy jött az egésznek az ötlete, hogy inkább filmet kell csinálni, amikor beütött a Covid? Hát úgy, hogy fesztivált nem lehetett. Igazából ugye ez szeptemberre, 2020 szeptemberére volt tervezve, és amikor a Covid miatt látszott, hogy nem fog működni, akkor át lett tolva 2021 tavaszára. És a Covid kitartott 2021 tavaszán is, és akkor jött az ötlet a szervezők részéről, hogy hát nem lehet megcsinálni magát a fesztivált klasszikus formájában, hogyan lehetne mégis valamit csinálni a virtuális térben. Ugye a Covid alatt feldívott a online rendezvényeknek a nagy korszaka, és akkor jött, hogy akkor csináljunk egy filmes projektet körül. A legelső gondolat az volt, hogy mindenki az elmenni, és akkor felvenni a bemutatóját, és akkor az lenne a virtuális Regnum Fest, de hát azért az nem gondoltam, hogy az annyira jót ütne, és igazából az én ötletem volt, hogy oké, csináljunk meg valami hasonlót, hogy elmegyünk a csapatokhoz, de mi lenne, hogyha ez az egész dolgot úgy fűznénk fel, hogy összeállna egy filmé, egy komplet filmé ez az egész történet. Lettek volna amúgy versenyek is, meg csatajánat is, stb. Az összes? Mint ahogy egy általában ilyen kardozós, ivós rendezvényen szokás?
Persze, például az MTT csinált volna egy nemzetközi IASZ versenyt, egy nagyobb szabású nemzetközi IASZ versenyt vezényelt volna le, ugyanúgy lett volna nagy csaták, nagy hadijátékok, gyalogos is, lovas is, ez főleg a vikinges bunyózós arcok részéről. Ezek benne voltak, és egyébként a szabolcsi földvárba, amire, hogy emlékszel azért. De a szabolcsi földvár az nagyon rendben van olyan szempontból, hogy egyrészt nagy, nagyon jól megmaradtak a falai, nagyon magasak, szépen karban tartva, és amúgy jó az infrastruktúra körülötte, rendezvény szempontjából. Uh-huh. Hát arra emlékszem, amikor Tokajba voltunk bemutatózni, akkor onnan Szabolcstól tudtunk hajóval átmenni egyik pontról a másikra, és rohadt hangulatos is volt meg. Egyébként most is így lett volna, tehát hogy Tokajba is lett volna egy kis része, egy megnyitó része, és akkor már volt szervezve, hogy akkor tudnának hozni hajókkal embereket Tokajból át, Szabolcsra. Uh-huh. És kitalálta ki, hogy végül is egy olyan szerkezetnek kéne lennie az egésznek, hogy azért mégiscsak bemutatod az összes csapatot egymás után, és ezt van egy riporterhölgy, aki végigvezeti. Ezt kitalálta ki, hogy akkor végül is mégiscsak az legyen, hogy mindenki bemutatózik, de mindenki egy kicsit a saját szemszögéből mutatja meg az egészet. Hát azt már én. Uh-huh. Tehát az már nálam jött elő, hogy oké, akkor mit lehetne ebből a dologból kihozni, és én arra gondoltam, hogy mindenkitől azt kell kérni, hogy azt csinálja, amit egyrészt ő szeretne, meg amiben ő a legjobb. És persze voltak olyan dolgok, hogy kértünk valakiktől, hogy mondjuk most akkor álljátok így össze, meg csináljátok egy ilyet, de mivel alapvetően egy dokumentumfilmről beszélünk, ezért én szerettem volna, hogyha tényleg valamilyen szinten dokumentarista jelleggel be lennének mutatva maguk a srácok, meg a csapatok. És ugye mit érdemes megmutatni? Egyértelműen azt, amiben ők a legjobbak. Most én azt néztem, hogy a Regnum Festnek a YouTube csatornáján amúgy egy csomó Regnum Fest kisfilm van. Most van a Regnum Fest dokumentumfilm, az összefoglaló, amit te rendeztél, meg azon kívül még van, ami a történelmi lovastúrát mutatja be, tehát hogy eleve is az volt a koncepció, hogy több dokumentumfilm készül, vagy kisfilmek készülnek csapatokról, vagy mi, vagy ők nem fértek be a dokumentumfilmnek a koncepciójába, vagy hogy alakult ez. Mert amúgy ez se rossz koncepció, szerintem, hogy mindenről ilyen kis 20 percesek vannak. Ez úgy volt, hogy igazából a Szögnyomában történelmi lovastúra, amit ugye Csepinék csináltak, az a Regnum Festnek egy előfutára lett volna, magának a Szabolcsi Fesztiválnak. Tehát egy gyakorlatilag része, és ugyanak volt egy filmes vetülete, hogy Olán Robiék követik őket, és akkor ebből készül majd napi videó, meg filmek. És ugye valamilyen szinten az, hogy ez ilyen jól sikerült, hogy Robiék ilyen jól megcsinálták azt a filmet, akkor tényleg le a kalappal előttük, mert nagyon-nagyon belerakták a mindenüket. Szerintem az is azért katalizálta azt, hogy a végén az egész történetet elmertük vinni egy filmes produkcióba. Ja, tehát, hogy a Szörnyomában az előbb volt? Az alapból is lett volna, meg is lett, és az ugye előbb volt, mint a fesztivál, aztán ilyen július, 2020 július, augusztusában ment. És a másik, amit kérdeztél, hogy vannak ezek a kisebb imás filmek, amik talán nem fértek bele, és igen, ugye volt egy olyan is, hogy megvoltak a csapatok, akik jöttek volna a Regnum Festre, és őket mindenképpen használni akarták a producerek. Tehát, hogyha már ők megvannak, akkor legyen használva, és én mondtam, hogy hát jó, de hát ez itt nem áll össze. Tehát, hogy most van 8 honfoglaláskori csapatunk, 3-4 Árpád-koros, meg van 3 végvári csapat, azért ez nem áll össze az én fejembe. És akkor, hogyha már így mondtad, gyakorlatilag Árpád-kor, meg Hajdúk, meg hogy ez a 14-15. Század, ez miért maradt ki teljesen? Mert most gyakorlatilag a Szögnyomában ott van a Vajda már így villanásokban, de igazából nem tudunk meg róla semmit, meg csapatszinten sem készül 14-15. Századosokról semmi. Igen. Hát igazából itt szerintem az van, hogy akit Géza gondolt meghívni a saját rendezvényére, azok lettek meghívva,
És pont, tehát igazából ez. És neki nincsenek 15 százdi haverjai. Ilyen egyszerű a tört, egyébként ez a valóság is. Tartott nagyban a, ugye a mai napig tart még a Covid, de mik voltak a legnagyobb szopások az egész film elkészítésével? Minden. Az elejétől a végéig. Tehát már az, hogy a koncepció így realizálni, ugye Covid alatt forgatni, mondanak egy jót. Például, ami most a Bújváron lett, azok a felvételek, azt Sóstóra terveztük. És egy héttel a forgatás előtt teljesen minden rendben volt, tehát mehettünk volna forgatni, tök jó, beütött a nyitás. És a nyitással jött egy olyan szabály is, hogy oké, a múzeumok most már látogathatóak. Oltási igazolvánnyal. És azt mondta a skanzen vezetője, hogy oké, eddig jöhettünk volna, de most, hogy kint ott a múzeum, nem jöhetünk, csak úgy, hogyha mindenkinek van oltási igazolványa. És ez ugye nagyon tavasz, ott még azért az emberek felének nem volt semmilyen igazolványa. Szóval azt így egy hét alatt át kellett ütemezni a Bújvárra. De tényleg nagyon sokat kellett tesztelni, ezek a gyors teszteket kellett az emberek orrába felnyomogatni, az enyémbe is minden egyes forgatáskor. Nagyon sokszor volt, amikor kiestek emberek, például a kézműves részleget én nem így terveztem. Tök jó, voltak srácok, nagyon jó, hogy eljöttek, aki megvalósult, én nagyon szeretem őket, meg jó lett így, de én teljesen más emberekkel terveztem, olyanokkal, akik mondjuk sokkal jobban kapcsolódnak a honfoglalás és Árpád-korhoz. Csak az egyik fele nem mert eljönni, mert Covid van, a másik felébe pedig két nappal a forgatás előtt Barta Balázs kontakt személy lett. A harmadik embernek családi válsága lett, és gyakorlatilag tök nagy respekt Kocsi Marcinak, meg Sáfer Benedeknek, mert ők utolsó pillanatban ugrottak be. Hát így konkrétan egy nappal a forgatás előtt. Ez már teljesen normális. Ez teljesen normális náluk, igen. Igen, csak nálam meg nem. De egyébként igen. És tehát nem rengeteg ilyen akció volt a... Hát meg egy Muszen Miklós, tehát azt leszervezni. Hogy... Azt mondjuk, nekem egy furcsa, hogy eszembe jutott közben, hogy pont a kézműves részről ugye az MSA Parkban forgott, hogy az MSA Park csapata nem is szerepel gyakorlatilag a filmben, csak helyszínként van ott az MSA Park, vagy rosszul emlékszem? Ő nem. Ez olyan furcsa, nem? Hát, de a MSA Park csapata alatt igazából... Őskultúra alapján. Tudom, de hogy... Nem a nagy haverjai a Nagy Gézának. Oké. Ők nem voltak Gézán haverjai, igen. Na most komolyan. Ennyi, jó, értettük. Tudjuk, hogy működik. Jó, hát. Ja. Nem, csak így a lelki szemeim előtt ott látom, hogy így állnak ölbetett kézzel, és nézik, hogy mások csinálják. Ők szoktak a saját placukon. Na hát igazából már az volt a baj az egészen, hogy volt egy rendezvény. Volt Nagy Gézának egy koncepciója ezzel, ami egyébként tök jól működött volna. Tehát az úgy szerintem egy frankó rendezvény lett volna. Jött a Covid. Lett egy filmes rendezvény belőle. Ugye a rendezők azokat akarták használni, akik már megvoltak. Én pedig nekem egy másik koncepcióm volt. Tehát én például szerettem volna az MSA Parkot is használni, meg sok mindenki mást is. Tehát mit tudom, ilyen kézműveseket azt mondjuk én szerveztem le annó, meg én hoztam. Meg egy-két csapatot is általam kerültek be, már a legvégén, amikor már tényleg már nem volt forrás se, de a Windurt sikerült berakni oda, hogy akkor gyertek még ti is. De a Nordegárd se lett gyakorlatilag négy szerint megemlítve, csak töltelékként. A Nordegárd is ilyen volt, tehát hogy ők se voltak benne, de tök jó lett volna, hogy a Nordegárd is ott van. És azon gondolkoztam nézés közben, hogy a Benny nem vállalta, hogy ő is beszéljen, vagy miért. Nem, tehát a Nordegárd az úgy volt, hogy például ugye Kunszent Miklósra akartam, hogy minden nagyobb, grandiózusabb legyen a dolog. És akkor
Egy Bobóval gondolkoztunk, akkor kiket kellene meghívni, mert ugye kiestek a külföldiek, nem tudnak jönni, akkor a külföldiek helyett töltsük fel a helyeket, srácok. És akkor úgy lett, a Nordegár is meghív, meg Borostyánkő, meg szerintem a Jaurinum is, csak nem jöttek el, vagy valami ilyesmi. És akkor úgy Özengőnyír így került bele a történetbe, ugye ott akkor töltekeztünk. És próbáltuk már. Na, egyébként az a rész az elég masszív is lett. Már lovas szempontból mindenképpen. Mik voltak a legnagyobb kritikák, amiket kaptál, vagy mi az, amiből a legtöbbször kaptad meg kritikát? Egyébként ez furcsa, de nem kaptam. Te személyesen nem kaptál? A hagyőrök magukat látják. És igazából most ilyenek jöttek vissza, amik kritikák voltak, hogy kicsit túl feszes lett a vágás, kicsit túl tévés lett a vágás. Ugye már a Szamos András egyébként főleg tévés. De most így komolyan mondom, hogy nem jöttek kritikák. Mert most csak ilyen filmszakmai kritika. Ezt ugye pont a kameraman mondta, hogy... Én egyébként én nem értek hozzá, de én még pont, hogy még feszesebbre vágtam volna. Aha. Mit tudom én ilyeneket, hogy úristen miért volt a Szent László, nem. A Nagyi Árpádkor, vagy a... Itt tudom én, pusztai rókák miért, nem bizélkorű, bár tudom, hogy mondják. Ja igen, a legelején volt, amikor kiment a Szent László vitézei napi videó, hogy miért vannak benne ilyen csapatok. Ja, amikor még a tornászra megy. A tornászos, ja. az volt. Tehát, és azóta, tehát miután be lett mutatva a film, nem jött kritika. Uh-huh. Egyébként... Jött egy komment, hogy a honfoglalás az még mindig hazatérés. ilyen komment jött, és ezen kívül nem. Egyébként... Pedig várom. Egyébként én nekem ugye mutattál még egy ilyen elkészült előtt egy ilyen durván vágott videót, és akkor én ott elég sok mindent így ízeltem, hogy hát ez se úgy, ez se tetszik, mindegy. És most nem olyan rég ugye megnéztem a végleges verziót, és ez tényleg, nem is tudom, szintekkel jobb. Tehát hogyha valószínűleg, ha azt láttam, most ugye a véglegeset láttam volna először, akkor nem is úsztam volna a számat kb. Semmire. Tehát valószínűleg ezért nem kapsz, mert tényleg sokkal jobb lett. Szabad tudni, hogy az, amiket kivagdostatok? De egyébként, amiket Zsigmond mondott, hogy mi nem jó, azon kívül az eljátszott jeleneteken kívül, de például a tévés verziónál azt például nagyon erősen szemmel előtt tartottam, mert készült ebből egy 53 perces tévés verzió. Ja, melyik tévére? Hát elvileg a Hír TV-vel meg az M5-tel beszéltek a producerek, és hogy oda lett felajánlva. De egyébként bármik tévé le akarja adni, ott van, vigyék. Körülbelül ez így van. Egyébként ez lett volna még a következő kérdés, igen, hogy ez így a YouTube-on, meg így a mi köreinkben megosztva, az úgy annyira sokat nem ért, tehát hogy lesz-e akkor bemutatva tévébe, de ha igen, akkor az tök jó. Nem mondom, hogy igen. Tehát, ja, nem tudjuk. Úgy tudom, hogy a Hír TV-től jött egy pozitív visszacsatolás, hogy őket érdekli a dolog, és hogy november végén be tudnák mutatni. Az M5-tel nem tudom, hogy Bán Jánossal beszélt a producerünk, és... Már minőségre eléggé ott van. Tehát szerintem ez teljes nyugodt szívvel. Meg ugye most jelentkezett egy független filmes srác, a Rózsán Gábor, remélem jól mondom a nevét, hogy ő besegítene a mozis terjesztésben, hogy néhány helyen megfuttatni, majd mondjuk olyan január magasságában, ilyen vidéki mozikba a dolgot, hogyha ez összejön. Mondtam, jó, hogyha ezt el tud intézni, akkor... Kire ezt a filmet, meg a vadász filmet, amiben szinte mindennyiunk játszott. De a vadászfilmről még mindig nem láttunk semmit, csak óvatosan. Nem tudom, hogy beszéltek-e róla, mert nem tudom, hogy mennyire bizalmas, de szerintem nem az. Szóval a vadászfilm végül is nem lett bemutatva a vadász világkiállításon, ahogy tervezve lett. A vadászfilmet most átvágják mozifilmnek, és elvileg tévé meg moziba fog menni majd valamikor. Mert gyakorlatilag azt láttuk belőle, ami promóra lett felhasználva, abban meg az meg hát, hogy hagyőr szemmel nem volt túl jó. Úgyhogy még nem tudjuk. Az Árpádkor az nem rossz.
Meséltel egyébként az eléréseket, vagy így megemlítettük. A YouTube-os elérés, a Facebook-os elérés, az neked úgy kielégítő eddig? Vagy többre számítottál, kevesebbre? Kevesebbre számítottam. Azt hittem, hogy belterjesebb marad a történet. Jelen pillanatban ugye most van, mi nap van? A szerda? Szerda. Kiment pénteken, tehát egy hetese. Most van rajta 5000 fölötti megtekintés, ami nem azt jelenti, hogy 5000-en nézték végig, de ugye a nézési órák számából én azt látom, hogy több mint 1000-en nézték már úgy végig, hogy teljesen, tehát időben, tehát értően végig elejétől a végéig. Meg nagyon sokkal beszéltem, hogy visszamegy, és akkor visszakeres csomó kis részletet, újra megnéz, újra bekapcsolja, megnézi ezt, meg azt. Szóval itt tartunk most. Itt tartunk most. És Zsolnaiék végül miért nem lettek? Vagy pár olyan korszak, na, ami igen. Teljesen más korszak? Ugye úgy lett, hogy oké, akkor megvannak a csapatok, akiket mindenképpen használni szeretnének a producerek, és akkor mondtam, hogy jó, akkor húzzuk meg ott, hogy legyen a film az Árpád korról, meg a honfoglalás korról, és akik még ezen felül vannak, azoknak készüljön egy külön más film, akik nem részesei a nagyfilmnek, és akkor Csepinek azt mondták, hogy oké, köszönjük szépen, nekik megvolt a filmes dolog a szögnyomával, nekik ez így elég, és akkor így még a Salföldi kopjásokkal, meg Zsolnaiékkal készült különálló kis videó, valamint ami nem képezte a Regnum Fest film részét, ugye a kézművesek. Ők egyébként benne lettek volna eredeti tervek szerint a filmbe, csak amikor összeállt minden, megvoltak a forgatások, és elindult a vágás, én nagyon soknak éreztem volna, hogyha még ők külön benne vannak, és ők megszólalnak. Tehát így is nagyon sokat beszélünk. Tehát egy kívülálló számára szerintem már nagyon sokan megszólaló. És akkor, hogyha még ezen felül berakunk még 5 megszólalót, akik egyébként kicsit tematikailag kilógnak ebből a, hogy van egy hagyományozó csapat, és akkor annak vagyok vezető, és mi ezt csináljuk, szerintem nem illett jól össze, mi lett bele, de ők kaptak különálló kis imás filmeket. Ami remélem, hogy mindenki számára kielégítő lett így. És azt mondták a srácok, Bíró Csabiék, hogy teljesen jó az így nekik. Na fasza! Lesz második része? Én ezt nem tudom. Az már élőben lesz. Szinte biztos, hogy tehát így, mint a Regnum Fest 2, hogy ezekkel a srácokkal mondjuk jövőre nem. Nem. Tehát én biztos nem tudnék csinálni még egy ilyen filmet, mert most szerintem el lett mondva az, amit el kellett mondani. Tehát úgy érzem, hogy most volt egy olyan pont, amikor történt az elmúlt években egy olyan szintű fejlődés, egy olyan szintű dinamikus valami összeállt, meg létrejött, amit érdemes volt bemutatni, meg elmondani. Én úgy érzem, hogy ez a közeggel még egy ugyanilyen dolgot megcsinálni, mondjuk olyan 3-4-5 év múlva lenne érdemes. Az, hogy lesz a Regnum Festnek folytatása, akár filmes vonalon, akár mint a rendezvény megvalósul-e, azt megint nem tudom. Nem rajtam múlik. Ez a honalapítványon múlik, meg a producereken múlik. A premieren fel lett téve a kérdés a film után, hogy ki szeretné, hogy legyen ennek a Regnum Festnek akár virtuális térben, akár ténylegesen a valós világban folytatása. És ott úgy láttam, hogy mindenki feltette a kezét az igenre. Amikor kérdezték, hogy ki szeretné, hogy ne, akkor én tettem fel a kezemet. Nagyon elfáradtam ebbe a történetbe. Én most meg akarok pihenni ezzel a dologgal. Meg iszonyat kemény éven vagyok túl. Mindenképpen a Regnum Fest volt a legkeményebb projekt, de mellette azért voltak itt az augusztus 20-tól kezdve vadászni világkiállításon át, a Csallóközi projekten át, meg ugye a Kazárbazáron is elég sok teendőm, meg projektem is. Hogyha hárman lettem volna, akkor is sok lett volna. És még jó vagyok. Na, ha már említettel a vadászati kiállítást, csúszunk át egy kicsit arra, mielőtt ismét a médiába térünk be. Az az igazság, hogy csak hármunk közül egyedül te voltál, Jani, és te is dolgoztál benne, jó,
Részben benne voltam én is, mert a VB Sword Shopnál gyártottunk szabjákat, meg dárdákat, ilyesmiket. Nagyon utolsó pillanatban rendelték, és húzós volt nagyon dolgozni nekik, de te csináltál több bábút is, teljes felszerelésben, jól emlékszem, 4-5-öt. 4 volt hivatalosan az egyesületem neve alatt, de gyakorlatilag abból én 3-at csináltam. De azt is már nyár óta szervezted. Hát aztán még valahol tavasz elején keresett meg a hám. Amrik Viktor a Hadtörténeti Múzeumtól, hogy lenne ez a projekt, és hogy kellene ilyen jellegű bábuk oda, és ő nem értenek hozzá, hogy nem csinálnám meg. Pontai Amrik Viktoré? A korszakhoz. Ja, de hát volt, több korszak is volt abban. De ugye, amikor még a honfoglaláskoros bábukat kerestek meg így az elején. Ja, csak azzal kerestek az, meg. Hogy, az, hogy lett belőle végül egy 12. századi, meg egy 14. századi bábú is, akkor erről még nem volt szó. Ja. Akkor még csak a két honfoglalós karakter volt. Nem is értettem a koncepciót, hogy most miért van egy darab 14. százados bábú, meg... Itt 12 darab bábú volt. Aha. Azokat darab. Nem láttam sehol. Hát mert nem volták, mint a Valenszti világkiáltáson zsigén. Megnéztem egy pár filmet. Azokat miért nem fotóztátok be akkor a többi? Mert szarok lettek, meg mert nem érdekelnek. Azért. Ja, de ezek ugye nem tűnnek el az éterbe, hanem de ezek már későbbiek, ezek már ilyen 17., 18., 20. századi, 21. századi mindenféle vadászok, meg nem tudom. Solymászok megjelenek. Tehát akik egyébként így igazán történelmi, korszakos, nekünk izgalmas történtek, azok a mi bábúink voltak. Ugye Dévai Attilának a solymásza, a két honfoglaló karakter, meg a 12. századi vadászi jász, az Akvilei lovas után szabadon című történet. Uh-huh. Ezek ugye nem tűnnek el az éterben, hanem valahol elvitték őket. Így van. Nem vagyok biztos benne, hogy az biztos, hogy egy K-betűs város, Keszthely, Kőszeg, Dunántúlon van való, és oda vitték el őket egy múzeumnak a tárlatának a részét képezik. És akkor állandóan lesznek viszont. Tehát nem állandóan. És egyébként Németh Balázs, aki az egész F-Fabulont csinálta, ő említette is, hogy innen gyakorlatilag minden tárgy, ami ide készült, ez vagy visszakerül, vagy pedig oda kerül egy tárlatba, tehát nem lesz semmilyen, hogy akkor utána bekerül valami raktárba, vagy szétdesztrojolják, hanem minden hasznosítva lesz az F-Fabulonból. Na, fasza. Na, de ha már említettük a 14. századi vadászt is, akkor térjünk rá a Toldi című sorozatra. Zsige, ezzel elsősorban te foglalkoztál szerintem hármunk közül a legtöbbet. Ja, én vagyok az legnagyobb fanboy. Telekültöltem a Facebookot vele, hogy... Jó tett. Hogy milyen jó. Hát, most mit tudjak erről? Igazából mindenki szerintem nézze meg, ott van a médiaklikken, meg lehet nézni. És most már elejétől a végéig, hiszen most már teljesen le is futott a sorozat. Én azt gondolom, hogy ez így a... Hát nem is tudom, hogy mihez hasonlítsam, ami gyerekkorunkban talán a Mátyás mesék voltak, amik ekkora hatással lehettek a fiatalokra. És tök jó, hogy így megéltük, hogy most is van egy ilyen történelmi rajzfilm, ami amellett, hogy szórakoztató, meg Arany János, meg Toldi, meg kultúra amellett eszméletlen kórhű is. Aki így követ a közösségi médiában, és csináltam egy pár ilyen tablót is, ahol gyakorlatilag a megrajzolt tárgyak és a múzeumi eredeti tárgyak egymás mellé vannak téve, mert nem tudom, én még nem találkoztam ilyennel, hogy ilyen alapossággal csináltak volna meg. Nem, hogy rajzfilmet se. Egyébként nekem eszembe jutott egy rajzfilm, ami nem az, hogy pont ugyanilyen volt, mert már régebbi, de voltak olyan jelenetek, amik így attól is összefostuk a bokánkat. Emlékszel, ez a Prince Vladimir volt, az orosz Disney? Igen. És az nagyon-nagyon sokszor hasonlított erre, mert ott is lehetett látni, hogy ezekben voltak hagyőrök. Vagy valamilyen úton-módon kapcsolódtak hozzá, mert olyan dolgokat csinálnak benne, amit nem feltétlenül ért meg valaki, aki mondjuk tök jól lemásol egy kódexet, de voltak benne olyan kis nüansznyi dolgok, amivel lehetett érezni, hogy ő tényleg felvette, ő tényleg használta, vagy legalább kipróbálta.
De és a, most a pont a Toldiba akkor vettem ezeket észre, beszéltük itt Zsigával az adás előtt is, hogy amikor a csukjáját különböző formákra hajtogatja, egy saperonra, vagy csak ilyen turbánszerűre áttekeri Toldi a fején a bikával harcolsz. De már az elején is, ahogy a harisnyát így felhúzza, így tűrik, fekötti. Úgy tűrik, ez is tipikusan olyan dolog, aki nem hordott ilyet, soha az nem tudja ennek. Na szóval, hogy itt tudja, hogy van, ami vagy hagyőr van a csapatban, vagy én nem tudom, én nem ismertem a Jankovics Marcát, de hogy ő lehet, hogy neki voltak ilyen hagyőr közeli ismerősei. Hát ő volt például előadni a magyari alapítvány, vagy akkor még lehet, hogy nem ez volt a nevük, a konferenciájukon, ami gyakorlatilag Igaz Levente, meg MTT-sek, meg Fresh Marci adott elő, és akkor jött Jankovics Marcel is előadni a csillagképes dolgairól, de voltak a bekötése, igen. Egyébként én azt például szerettem benne, hogy én megmondom őszintén, én nem vagyok olyan nagy rajongója amúgy a Jankovics Marcel munkásságának, már hogy nekem kicsit sok az a művészkedés, ami szokott lenni. És de szerintem a Fehér Lófia meg ezek? Így van. Tehát, hogy azt hallottam az ember tragédiájáról is ismerősökről, hogy annyira jó, hogy egyik ismerősöm, hogy 8-szor megnézte egymás után, mert hogy úristen, de jó. És azt mondta, hogy 4-szer nézte meg. Na, jó, de... De én ezzel így felbátorodva, hogy na akkor, hogy ez tényleg ennyire jó, akkor megnézem, és szerintem az egyiptomi jelenetnél nem bírtam tovább. Nekem sok volt. Egyébként én már akkor éreztem, hogy lesz egy-két ilyen, bocsánat, ilyen nagyon hagyőrös érzete, amikor a keresztes színben van az a rész, amikor tök durva, hogy lehet, tök jól bemutatja, hogy hogyan erőszakolják meg a nőket, meg gyújtják fel Jeruzsálemet félig. De hogy ott is voltak olyanok, hogy egy az egyben láttam, hogy melyik kódex képet használta föl épp a párviadalhoz. Abban nem volt kételjem egyébként, hogy tentik lesz, mert azt már az ember tragédiájából is láttam, hogyha nem is néztem végig, ugye csak bele-bele, hogy mindig az adott kornak a adott stílusában van megrajzolva, és akkor azoknak ott rendesen utána nézve. Tehát hogy az annyi nem volt kételj, csak az a jó a Toldiba, hogy amellett, hogy ez megmaradt, ez az utána nézés, ez a számomra művészkedés ez szinte teljesen elmaradt. Egy kicsit azért van, de nem fájdalmas, meg aki olyan rajzfilmeken nőtt fel, ami szénné van animálva, lásd mondjuk azért, mondjuk japán rajzfilmek, ott nagyon komoly hagyománya van az animációnak, azt egy kicsit zavarja ez a darabosság, ami az ember tragédiájában, vagy a Fehér Lófiában megvan, és a Toldiban meg nincs meg. Én mondjuk rohadtul örültem neki, hogy ezt más felfogással csinálták meg. Ez tényleg olyan, hogy így el tudom képzelni, hogy majd az én gyerekeimet is majd le fogom elé ültetni, és valószínűleg nem fogják elunni. Uh-huh. Ja, és emellett szerintem rendesen vannak benne popkulturális ilyen kitekintések, ami nem feltétlenül egyetlen, de szerintem szándékos. Nem tudom bizonyítani, de például azt is kitettem a Facebookomra a Petrendszer út kitartós résznél, hogy konkrétan úgy van megrajzolva a Toldi, olyan arckifejezéssel, és úgy tartja, hogy így egy-egybe a Conan. Szerintem nem tudom elképzelni, hogy ez véletlenül van. Vagyis így többen is mondják, hogy ez a, amikor így nem tudom, így átveszi az irányítást az erő a Toldin, akkor ugye így aranyosodik a haja. Az elég enyémés. Az elég ilyen, kicsit ilyen Dragon Ball. De miért ne? Az mondjuk nekem már sok volt. Tehát én ott azokat a részt, értem a szimbolikát meg minden, de én úgy érzem, hogy picit nagyon sok lett ez a fajta, mindenféle műfaj összesűrítve a Toldiba. Ugye ezek az animés részek, azért van elég sok ilyen Disney-s rész. Ja, igen, amikor kódexbe megy át. Mert hogy valaki, aztán pont a Hajnalodi izé kritizálta, hogy miért ilyen Disney-sek a karakterek. Nekem mondjuk nem fájt, de... Nekem se fájt, csak kicsit nagy volt az ambivalencia. Tehát amikor így ugrál egy részen belül 3-4 ilyen műfaj felugrik,
Én például sokkal jobban szerettem volna, hogyha mondjuk egy vagy esetleg kettő műfőn belül marad, és akkor azt úgy végigviszi közökezetesen, de ettől nem lett rossz. Engem speciál pont az zavart, hogy néha egy-egy dolgot többször is felhasznált, és már egy kicsit ugyan, hogy elkezdett az értékéből veszíteni. Például amikor így lángra gyúl a haja, és olyan, mintha ő lenne a nap, így nagyon kiszőkül, és ilyen dragonbólosan szétáll a haja, azt többször is eljátszották mondjuk a farkasokkal verekedő színben. És egy idő után már csak, egyszerűen csak zavaró volt, hogy megint, és így hirtelen. Engem az, ami zavart, milyen kritikák vannak még, amit mondjuk nem mi mondtunk, meg nem mi mondunk most, hanem mondjuk olvastátok több helyen. Igazából én nem olvastam kritikákat, én úgy voltam vele, hogy nem jártam utána ennek a dolognak, így, hogy milyen lett a fogadtatása a Toldinak. Nem tudom, Zsigmond, te olvastál? Én utána jártam, még mielőtt arról, még egy saját kritika, hogy ugye most ment egy ilyen egész komoly ilyen média kampány, tehát hogy óriás plakát van, meg van ilyen toldis festésű mozdonya a MÁV-nak, meg ilyenek, hogy viszont a plakát az rohadtul nem adja. Az olyan, mint egy ilyen, nem tudom, 90-es évek akciófilm, tudod, mindenki rajta van, mindenki oldalra fordulva, szereplő középen, és amikor megláttam a plakátját, akkor az volt az első gondolatom, hogy mi ez a szar. És amúgy meg a film meg tök jó. Tehát, hogy ez kicsit olyan fura. Amiket meg úgy olvastam, hogy miket kritizálnak az emberek, hogy én nem értek vele egyet, nyilván. Hogy egyrésztről az, hogy jó, hogy ilyen kórhű, de hogy most attól nem lesz jó, hogy kórhű. Szerintem meg pont, de... attól lesz, igen. Akkor mi volt, hogy miért nem a Básti Lajos mondja? Válaszom, mert meghalt. vagy voltak, ugye régebben is volt toldi feldolgozás, animáció, az a daliás idők, igen, hogy az mennyivel komolyabb, ami hát... nem tudom, képzőművészeti szempontból bizonyos szempontból komolyabb, de nem lehet egy gyereket leültetni elé. Szóval én nem annyira éreztem, hogy ilyen jogos kritikát, nem olvastam róla. Szerintem egyébként például ilyen edukációs szempontból tök jó. Sokkal jobb, mint hogyha ténylegesen elolvasná egy olyan gyerek, aki nem feltétlenül szeret olvasni, stb. De tök jól átadja ugyanazt leírva, sőt, még sokkal szebben is. És nekem kifejezetten tetszett az, hogy Arany János többször megjelenik ebben a szellem alakban. Azt is sokan fikázták, hogy miért van benne Arany János. Úristen, miért van benne? De hogy miért ilyen, nem tudom, ilyen bajuszos, nem tudom, jól lakott óvodásnak. Így Petőfi Sándor. Igen, de... Pont ugyanúgy nézel ki tőle, mint a Petőfi rajzokon. Hát, ezért. Igen. Egyébként őszintén szóval engem annyira megfogott a hangulata, hogy most oké, hogy Arany ennyit írt meg így, de így rendesen az az érzés fogott el, hogy hol a folytatás? Az a baj, tudom, hogy a Toldi szerelme a szar, úgyhogy ezt nem szeretném megnézni rajzfilmben. Hát, mert valami... a Jankovics. Hát, oké, de a Kecskemét is stúdió ott maradt, és azért... nem tudjuk, vagy hát nem tudom, hogy mi ott a workflow, de én még megnézném. A Toldi estét mondjuk megnézném még rajzfilmben mindenképp. Én a Szondi Két apró ügyet. Az is tök jó. Uh-huh. Azt meg. Szerint ugyanebben a felfogásban tök jó lenne ezeket. És azért talán a Szondi Két apró ügyet, ez kicsit még akciódúsabb is. Most, hogy így mondod, nekem az volt a nagy fájdalom, hogy oké, hogy tudom, hogy a költeményben így van, hogy Toldi egy kézfogásra elintézi a csevitész, de hogy mivel hogy tényleg hétről hétre néztük, ma annyira vártam, hogy na most lesz a nagy leszámolás, és tudod, két verszak alatt elintézi, az kicsit fájt, azt még úgy néztem volna meg. Na ezért nézzétek meg viszont a daliás időket, mert már tök más, tele van harci jelenetekkel. Ja igen, ott hogyha, érdig lehet gyalogolni. Ott érdig van, igen. Ja. Vagy a Regnum Festet. Abból sok a harc. Ha már harcról beszélünk, voltunk az Inkei Gáspár történelmi vívó versenyen. Akkor a mestere vagy az átkötés. Szerintem kibeszéltük amúgy a Toldit.
Úgyhogy térjünk át az inkeire. Végre volt. Végre megtarthattuk, és két napos volt először. Az Inkai Gáspár. Úgyhogy hát akkor kezdjük az első nappal. De már kaptál fát? Én nem kaptam. Konkurens társadalom egész jól kibeszélte egyébként. Kétes krónikáig. Nincs konkurenciánk. Nincs. Ja. Nem konkurensek. Kollégák. Jó, oké. Na szóval... Még ha mi is vagyunk az igaziak. Ugye be is ütött a Covid, meg nem jöttek emiatt például a románok, meg még mások is. Nem tudom, a román csapat az nem túl megbízható ebből a szempontból. Jó, de hát most így is úgy is, na. Nemzetközi szinten nézve ők is ugyanolyan fontosak, mint mondjuk a szerbek, vagy bárki más. Tök jó volt, hogy ilyen rengetegen jöttek, meg alapvetően nagyon jól csúszott az egész csoportos menet, és nagyon látszódott ismét, hogy aki tényleg benne van ebbe, és a Prime-ra készül, azok full elviszik az biztos, elejét. Biztos benne van az is, hogy ugye év elején kevés verseny volt, és akik most így tényleg szeretnének valami komoly helyezéseket elérni, annak gyakorlatilag már mindenre el kell mennie, ha pontokat akar gyűjteni, meg most végre kijön az, hogy mi itt Magyarországon pont jó helyen vagyunk. Igen. Ilyen szempontból, mert nyugatról is még el lehet jönni, keletről is el lehet jönni. Igen. És úgyhogy most ez tök jó kijött, hogy... Közép-Európa szívében. Igen. Hát mert három lengyel csapat volt meg. Négy. Négy lengyel csapat meg. Francia, meg ukrán, meg... Szerb. Meg szerb. Meg bolgár beugrók. Úgyhogy... Igazából az a vicces, hogy ez volt ugye csak Challenger volt. Ez csak Challenger volt, és nem Open, és ezen többen voltak, mint az Open-en. Igen. Jó, mondjuk ott az Open-re is jöttek volna ugye többen, csak akkor volt például Csehországban az a rohadt nagy áradás, meg tornádó, mi szétkúrt két falut, és akkor két csapat nem jött, mert ők tényleg civil munkából elmentek és segítettek, szóval... Jó, most már Covid volt, emiatt nem jöttek a románok, de hát ez így megy, akartak többen is jönni egyébként. Tök jól kijött, megint ugyanaz a csapat nyert, mint Visegrádon. Na, mindig a rohadt Prága troll. Mert hogy tényleg olyan geci nagyok, hogy nem lehet őket rendesen hát, egyébként megvinni. Beszélgettem a cseh sráccal még a salzburgi versenyen, aki amúgy a Prága trollokkal edző. Onnáluk is van egy ilyen különítmény, aki már egy próbálkozik egy-egyel, itt találkoztam vele. Akkor kérdezgettem, hogy na, mik a trükkök, hogy csinálják, hogy mindenki tevernek. Hát állandóan birkóznak, körülbelül erről van szó. Meg hogy az egyes csapat, az le van válogatva a legnagyobb lóbaszó állatokra, és így ennyi. És valószínűleg tényleg ennyi, mert így néztem, hogy hát ki ez a, milyen Drexler, Jakub Drexler, ez a legnagyobb állat. Hát tényleg egyszerűen rohadt félelmetes volt a csávó, hogy ott amúgy ilyen haláltapasztalt burtosok, kette-hárman ütik, és azt látom a Wolfrib sisakjában, hogy érted, és az előbb vágták nyakszirtán egy alabárdos, így így lerúgja magáról, és akkor így már így csavarja magára az ember, közben röhög. Tényleg az jutott róla eszembe, mint a gyűjtőkúrában, amikor az mi azon a kapun bejön, azt ti megállítjátok, és ez a csávó jön ki ott. Hát tényleg olyan. Látod, na ez az ember ölte végig az összes vitézt, a Toldiban elejét. Hát, akkor tényleg csak imádkozhatunk, hogy egyszer lesz egy olyan csávó köztünk, aki egy kézfogással lecsavarja. Hát rohadtul nem úgy nézett ki. Ja. De a többi lengyel is, akik egyébként bejutottak az első két helyre, azok a is rendszeresen jó, azok is rendszeresen jó. Viszont ami meglepődtem, hogy az ukránok, nem volt itt a Inke nevű csapatvezetőjük, és kiestek most elég csúnyán, elveszték. Szerintem fáradtak voltak, látszott rajtuk, hogy nincsenek toppon. Meg az általában szivatták őket a határon, és nem tudom, meg így ott is a versenykezdés előtt is még ott aludtak a terembe. Úgyhogy ez nekik szerintem nem ja, ki voltak fáradva, ja. Hát a Morgulis ez nagyon kemény, az is megint légiós volt. Ő azért elég keményen tolta. Így az izraeli légiós. Na menjünk át akkor a második napra az 1v1-ekre. Elhozták két aranyérmet is. Gratulálunk érte. Mesélj ezekről, milyen volt
az élményben. Én azon a napon már nem voltam. Hát olyan szempontból nem volt jó a második nap, hogy ez nyilván akkor lett volna jó, hogyha ugyanolyan érdeklődésben lett zajlik, mint az első nap. És mivel, hogy ugye rohadt sok külföldi volt az első nap, ők kb. Lenyomták a versenyszámukat, és és másnap meg mindenki húzott haza. És például azért is szarul jött ki, mert hogy ugye én közben kontaktoltam a Józsa Tibivel, és egy csomó olyan versenyző volt, aki egyéni versenyszámban leadta a nevezését a külföldi csapatoktól, csak aztán mivel megtudta, hogy na akkor vasárnap reggel mindenki húz haza, hát úgy voltak, hogy akkor ők a vasárnap delet mondjuk már nem várják ki. Tehát például azért is volt az, hogy mondjuk akár a női kategóriában, meg úgy tudom egyébként, hogy profájtban is, hogy volt olyan, hogy egyszerűen mondták, hogy bocsi, és hazamentek. Tehát ez volt egyébként Visegrádon is, ott is a második napra ugyanígy. Hát ebből az a tanulság, hogy hát vagy az... Csak kell kezdeni. Hát, hogy egyébként vagy az egyéniekkel kell kezdeni, és akkor majd kivárják, de az meg kiszúrás velük, mert akkor meg nem tudnak annyit utazni. Vagy hát kényelmetlenebbül utaznak. Vagy nem jönnek el arra, hanem egyből a csoportos napra jönnek. Egy egyébként jó volt a... Hát mondjuk ez vicces volt, ez egy ilyen saját történet inkább, tehát én a profájtban mindig ugye a nehéz kategóriában voltam, ami általában nehéz is, megvívni is, mert mindenki magasabb nálam, úgyhogy konkrétan emiatt a verseny miatt fogtam 12 kilót, hogy beférjek a súlycsoportomba. Ami azért volt jó, mert hogy a kieső emberek miatt végül a Super Heavy-ben maradt két ember, tehát az volt a legkönnyebb kategória, tehát tök fröslegesen szivottam. És hány külföldi volt most a te kategóriádban? Az enyémben nem volt. Ja, hogy nem is voltak már? Nem. Nem. Egyel alacsonyabban maradt a két bolgár srác, akik amúgy nagyon keményen nyomták. Az egyébként az volt a legnagyobb. Tehát a 85 kiló alatti kategória volt a legnépesebb, és szerintem a legnehezebb is. Ő nyert el a Péter, nem? A Falkiont is. Tehát azt néztem, hát a másik bolgársrát is amúgy mondták, hogy volt valami helyi karate bajnok, hát neki se volt baja sztaminájával. Úgyhogy talán ő lett a második, vagy Tézsé lett a második, és harmadik lett ez a bolgársrác, de hát, na, szóval, hogy az egy elég. Aha. Az egy elég kemény mezőny volt. Ja, de összességében amúgy fasza volt, csak megint ugyanaz a probléma, mint Visegrádon, hogy az összes külföldi szinte elment második napra. Igen. És ezért kívül esedett így a dolog. Meg gondolom, kevesebb néző is volt, kevesebb. Hát néző gyakorlatilag nem volt. Ja, nem is volt. És azért... Legjobb. Azért, jó, oké, csak hát szerintem azért ebben ugyanannyi munka van a versenyzők részéről, ha nem több. Hogy egy egyéni versenyszámokra összerakják magukat, mint a csoportos, és nem tudom, járna érte ugyanaz a kredit, szerintem, na mindegy, de... Hát meg a szervezőknek is ugyanannyi melót, de azt hát, pontozni, és igen, a többi, igen, az fingás. Az sem egyszerű, ja. Aha. Hát meg a Softligának a következő állomása is ez volt, hogy az is már alakul. Úgy hallottam, ezt Ádám Zsigmondtól, mint a magyar HMB Softnak az atyától kérdezem. Egyébként nem vagyok, azért semmilyen kép tisztviselője sem vagyok. Nem amúgy vagy, nem vagy. Ez egy honorable, tiszteletbeli címed, hogy lesz ja. Soft esemény még ezen az évben. November 30-a lesz az utolsó, de megtaláljátok a MSBB-nek az oldalán az eseményt ott. És hol lesz? A Török Intézetben. Pesten van? Az, igen, az a terrorházam mellett. Ja, hogy ennyire bent. Ott lesz konkrétan. Aha. És, másik kérdés, esetleg olyan, mint történelmi vásárok, olyan számíthatunk mi? Történelmi vásárok, pénteken megint megyek tárgyalni egy új helyszínnel. Hát ebből sejthető, hogy az előző két opcióból az egyik egyértelműen nem lesz, a másik meg még mindig balfaszkodás alatt van, tehát töri vásárok az kicsit most így, hogy mondjam, ilyen vakvágányra került. De nincs elfelejtve, dolgozunk a megoldáson. Szóval, hogyha valaki tud egy nagyon fasz a helyszínt, kedvező körülményekkel, és tényleg
partnerként felajánlani. Keresétek el Zsigmondot. Jó, jó, az nem, minden szarra ne keressetek meg, mert azért gondolhatjátok, hogy azért én már az elmúlt, nem tudom, 5 évben azért kb. Majd minden budapesti helyszín már ott előfordultam, vagy tárgyaltam, tehát így nagyjából képbe vagyok, hogy mi. Akkor keressen meg valaki, hogyha együttműködésre van ajánlata. Tehát a 700 000 forintért itt lehettek egy fél napot típusú ajánlatokkal, ne keressetek meg. Mert olyanból van egy csomó. Úgyhogy ez van a töri vásárokkal. Szerintem egyébként tavaszi rendezvény lesz belőle. Még hogyha össze is jönne ez a helyszín, ahol most jövök, amire amúgy minden esély megvan, akkor is már a télit már gázos lenne összeszervezni a idő hiányába. Úgyhogy ez van. Szerintem rebootoltuk a régi vitézeket, és megpróbálunk minél gyakrabban Volt egy bevállalásunk, hogy elvileg ezt most már rendszeresítjük, és két hetenként veszük fel az adásokat. Urak, úgy legyen. Zárjunk valami zenével. Mondjál egyet. Megkapjátok a kedvenc zenémet a Regnum Fest filmből. Ezt Heitzinger Mikáék írták a mondai elemekhez. Köszönjük szépen! A stúdióban voltak Ádámfi Zsigmond. Sziasztok! Mesterlér János. Szervusztok! És én Bányai Ádám. Jó éjszakát! Nem vagy Nagy Géza haverja, akkor nem leszel Regnum Festen. Stopot hol nyomom? A